5189 szavazattal megnyerte a polgármester választást Abonyban Pető Zsolt, a Városunk Fejlődéséért Egyesület polgármester jelöltje, tehát marad a településén. A stúdióban Pető Zsolt, gratulálok, köszönöm, hogy eljött. Köszönöm a gratulációt és köszönöm a meghívást. Egyelőtt volt, de azért az 5189 az 5189. Igen, hát valamikor 2019-ben a választások után is megköszöntük azt a hatalmas bizalmat, amit akkor kaptunk, és ha lehet mondani, erre még rá tudtunk fejelni, tehát még most talán nagyobb is a bizalom, mint 2019-ben volt, ennek megfelelően még nagyobb a felelősség a városvezetésen. Hát nagyobb tulajdonképpen, hiszen 2019-ben önre 3872-en szavaztak. Azt nem mondom, hogy mindössze, mert akkor voltak más jelöltek is. A Fideszes jelölt 1582 szavazatot gyűjtött be, és volt egy független induló, 144. Ez összesen 5598, tehát csak néhány százzal több. Viszont gyűjtött be máshonnan is. Igen, tehát egy sikeres időszakon vagyunk túl, és azt gondolom, hogy az, hogy egy polgármester jelölt volt ezen a választáson, egyfajta elismerése is a munkánknak. Ezt a bizalom jeleként lehet értékelni? Én mindenképp így értékelem, igen. Egyéniben? Hát tulajdonképpen a számok azok nem változtak, és az arányok nem változtak. 8 választókerület van, és 3 kompenzációs listán bejutott önkormányzati képviselő. 8-ból 8-at megint vitt a Városunk Fejlődéséért Egyesület, bezsebelte, és a 3 kompenzációs listán bejutott önkormányzati képviselő mindegyike fideszes. Ugyanez volt, illetőleg van még most is októberig. Nevek változtak. Igen, hát visszautalok újra csak 2019-re, hogy akkor, amikor indultunk az Egyesülettel, egy új gondolattal jelentünk meg, a Szeretlek Abony gondolattal és a Rázzuk fel Abonyt programmal. Ez kapott akkor hatalmas bizalmat, és én úgy érzem, hogy ez alatt a több mint 4,5 év alatt egy nagyon kemény munkát végzett ez a képviselőtestület. Ennek megfelelően a választók ismét csak bennünket támogattak, és ennek a programnak a folytatását támogatták elsősorban. És én, ahogy számoltam, a maga az egyesület képviselők is összességében mintegy 150 szavazattal többet kaptak, mint 2019-ben, tehát a képviselők felé is nagyobb bizalom irányú. Úgyhogy ez is nagy öröm. Milyen szájízzel gondol vissza a június 9-ét megelőző hetekre, hónapokra? Milyen volt ennek a felhangja? Nagyon nagy izgalom volt. Egy nagyon nyugodt kampány volt egyébként Abonyban, amiért nagyon hálás vagyok minden indulónak. Nagyon nyugodt kampány, de a részünkre egy nagyon nehéz kampány volt, hiszen szerettük volna ebben a kampányidőszakban megmutatni újra csak minden Abonyinak azt, hogy mennyi mindent tettünk az elmúlt 4,5 évben, hiszen ebben az időszakban marketingelni kellett magát minden képviselőnek és a polgármesternek is. Rengeteget dolgoztunk, rengeteg utcafórumot tartottunk, sétáltunk az utcán, rengeteget beszélgettünk, illetve a hagyományos kampánymódszerekkel is, a Facebook megjelenéssel, illetve mindenféle újság, illetve kiadvány szerkesztésekkel is igyekeztünk bemutatni azt, hogy mi történt Abonyban az elmúlt 4,5 évben. Nyugodt kampány volt, amiért nagyon hálás vagyok mindenkinek, szép kampány volt és nagyon nehéz kampány volt. Minek tulajdonítja ezt az újabb győzelmet? Hát érintettük, de nem tudok elszakadni ettől, hogy 8-ból 8-at megint hozott a Városunk Fejlődéséért Egyesület, tehát azért ennek azért komoly jelentősége van. Igen, tehát nyugodt várost teremtettünk. Egy olyan várost, ahol mindenki hozzá tud tenni örömmel a városi közélethez, és ez érződik egyébként a mindennapokban. És nem csak azon, hogy a rendezvényeinken mennyien jelennek meg, és milyen örömmel jönnek az abonyiak, hanem egy-egy városi ügy kapcsán, hogy mozdul meg a város. És úgy érzem, most Abony nagyon egyben van, és ebben dolgoztunk mi nagyon sokat 4,5 év alatt, és ennek az eredményét látjuk most ezen a választáson is. Az, hogy nyugodt település Abony, ezt hogyan érzékeli, milyen visszacsatolások vannak, akár személyes találkozások alkalmával, telefonok, közösségi oldalak, valami jelzések nyilvánvalóan vannak? Így van. A 19 után, 2019 után nem álltunk le, ha lehet így mondani, azért azokkal a lakossági beszélgetésekkel, amit kezdtünk akkor a kampányban. Ezek voltak az utcafórumok. Ezt folytattuk folyamatosan. Ez végig kísért a cikus? Így van. Tehát minden választókerületben fél évente megjelentünk, polgármester, képviselő, beszélgettünk az emberekkel. Nyilván a közösségi média megint csak egy olyan lehetőség, ahol nagyon aktívak voltunk, és ott is aktív kapcsolatot tartottunk, és
azt gondolom azt, hogy a képviselőtestületben nem csak 9 VFS képviselőről beszélünk, hanem 12 képviselőről, tehát ott a fideszes képviselőtársak is olyan közös munkát végeztek velünk, és olyan együttműködés volt ebben a 4,5 évben, ami kisugárzódott a városra, és mindenki érezte, hogy a testületben, ha ilyen összehangolt munka folyik, és ilyen együttműködés, akkor ugye a városban is jó itt élni, és jó együtt dolgozni. Milyen nyár elé néz a Bony? Nehéz nyár, minden nyár nehéz. Hosszú forró nyár. Igen, azt gondoljuk, hogy ilyenkor majd igazgatási szünet és szabadság, de hát a projektek nem állnak meg, az építkezések folytatódnak, az intézményeket működtetni kell, gondoskodni kell arról, hogy azok a közszolgáltatások, amelyeket megszoktak a Bonyban, változatlan tartalommal valósuljanak meg. Mit emelnek ki most azokból a feladatokból, amik napi szinten adnak munkát? Nagyon sok mindenről beszélgettünk múltkor is, fejlesztések, beruházások kapcsán, egyáltalán az, hogy egy sikeres ciklust tudhat maga mögött a település, Abonya, Kúriák városa, az ezzel kapcsolatos program, városrehabilitációs program, akkor mondhatom így is, mert ez valamilyen szinten talán össze is kapcsolódik. Így van, ezek a projektek adják a legtöbb feladatot, építkezések folyamatban vannak, épül a bölcsöde, épülnek a kúriák, hamarosan indul a piacberuházás, indul a közösségi házépítés, a héten írjuk alá a vállalkozási szerződéseket, és hamarosan átadjuk a munkaterületet. Hát ha lehet mondani, a beruházások közül a legfontosabb számomra, és azt gondolom az abonyiak számára a piacberuházás lesz, hiszen egy központi terület fog megújulni, egy régen várt beruházás valósul meg, nagyon oda kell figyelnünk, hogy minden a helyén legyen. De a bölcsödénél például, ami szintén egy kiemelt beruházás a város számára, egy nagyon rövid határidővel kell dolgozni, hiszen ennek az évnek a végére át kell adnunk már az épületet, úgyhogy ott is egy nagyon tempós munka folyik. Nincs megállás nyáron se. Hosszabb távú tervek, ahogy említettem az imént, szóltunk legutóbb arról, hogy sikeres ciklus volt. Mi kell ahhoz, hogy az legyen a következő, és ami nem győzöm hangsúlyozni, most valóban ilyen átmeneti állapot, hiszen most is ott van a település élén, de a következő ciklus meg hivatalosan októberben kezdi. Igen. A legfontosabb számomra továbbra is a helyi gazdaság fejlesztése lesz. Az elmúlt időszakban megtöltöttük az üzleti parkot vállalkozásokkal, de még számtalan olyan lehetősége lenne a városnak, amivel élni szeretnénk. Ilyen a kb. 12 hektáros területünk, ami a parkerdő Szolnoki irányában található. Itt még nem sikerült a területet átminősíteni, és ezzel küzdöttünk az elmúlt időszakban, de ez a terület egy nagyszerű lehetőség lenne egy újabb üzleti parknak és vállalkozások betelepülésének. Hiszen ha vállalkozások erősödnek a településen, akkor abból helyi iparüzési adóbevétel többlete származik a településnek, helyi munkalehetőségek, és a helyi munkalehetőségek pedig generálják a további kisvállalkozások sikereit is a településünkön. Én azt gondolom, ez a legfontosabb. De ez mellett tudnék még arról beszélni, hogy szeretnénk ebben a ciklusban a strandunk vizét gyógyvizé minősítetni, és elindulni egy gyógyvizes fejlesztés irányába. Szeretnénk kerékpárutat építeni Tószeg irányába, hogy elérjük a tiszamenti kerékpárútvonalat, és számos ilyen fejlesztés van még a fejemben, de ki ne hagyjam, továbbra is legfontosabb lenne a gimnáziumunk fejlesztése, bővítése. Mennyi muníciót ad az elmúlt 5 évben szerzett tapasztalat? Hangsúlyozva azt egyébként, hogy városvezetőként van idézőjelben csak ez a közel 5 éves tapasztalata, de az önkormányzati szférában 1991 óta így dolgozik. Van. Így van. Hát azért ez több évtized. Hát igen, sok mindent láttam, sok mindent tapasztaltam, ez azért muníció mögöttem, de a legnagyobb muníció azt gondolom, hogy a város bizalma, amit élvezek, illetve a képviselőtársaim bizalma, akik hatalmas nagy segítségemre vannak a mindennapokban. Pető Zsolt, köszönöm szépen, hogy itt járt, és még egyszer gratulálok. Köszönöm szépen. Kedves nézők, ez volt a háttér. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra.